Elkészült a Szatmári Síkság Líder Egyesület helyi fejlesztési stratégiája a 2014-2020-as uniós ciklusra, tájékoztatott a szervezet elnöke. Kovács Lajos hozzátette, jelenleg a Szatmári térség 20 településének összefogásával működnek azzal a céllal, hogy az innovatív, helyi értékeken alapuló beruházásokra vidékfejlesztési forrásokat nyerjenek. Ezek a források kis projekteket támogatnak, tehát nyilván nincs akkora keret, 400 milliót valamennyivel meghaladó kerettel gazdálkodik az Egyesület, és a négy területen kisebb projekteket céloztunk meg, hogy minél több szereplő juthasson forráshoz. A legmagasabb támogatási összegünk is 10 millió forint alatti, 9,5 millió egész pontosan, a legkisebb pályázható összegünk pedig, egy másik prioritáson pedig 2 millió forint. Ez a négy terület a vállalkozás fejlesztése, a turisztikai beruházások, a civil szervezetek segítése és a helyi identitást megerősítő programok szervezése. A vidékfejlesztési programra ebben az uniós ciklusban összesen 1300 milliárd forint jut. Ennek fő céljai az élelmiszeripari beruházások segítése, erre költhető a forrás egyharmada. Valamint kiemelt ágazat még a kertészet, az állattenyésztés és az öntözés. A gazdatársadalom előregedőben van, ezért is támogatják újra kiemelten a fiatal gazdákat, közölte az agrárvidék fejlesztésért felelős helyettes államtitkár Máté Szalkán. Most is pályázatonként mintegy 12 millió forintos támogatással rendelkezés az új fiatal induló gazdáknak, de ezen felül is támogatjuk a fiatal gazdákat, hiszen az előbb már említett beruházási pályázatokban, amennyiben valaki 40 év alatti, és 5 évnél nem régebben kezdett el gazdálkodni, tehát fiatal gazda, de most nem csak az indulókra gondolunk, hanem a nem olyan régen gazdálkodó fiatal gazdálkodó, tehát egy 5 éves periódus, azok plusz 10%-nyi támogatási intenzitást kapnak. Mezei Dávid hozzátette, a fiatal gazdáknak külön költségvetési keretük van, amelyre csak ők pályázhatnak. Feltételek közé tartozik például, hogy államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezzenek, és egyéni vállalkozóként gazdálkodjanak.